Jó estét kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai esti evangéliumban így szól hozzánk Jézus. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha valaki arcul üt téged, tartsd oda neki a másik arcodat is. Annak, aki elveszi a köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elveszi, ami a tiéd, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, ugyan milyen jutalmat érdemeltek, hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsön, milyen hálára számíthattok. A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön. Semmi viszonzást ne várjatok. Így nagyobb jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hiszen ő is jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, ahogyan mennyei atyátok is irgalmas. Kedves nézők, az egyenlőséget bálványozó korunkban sokan azt várják a kereszténységtől, hogy lehetőleg minden különbséget próbáljon eltakarni, vagy próbáljon megszüntetni ember és ember között, vagy legalábbis ne hangoztasson semmiféle különbséget. Minden ember egyforma, minden ember egyenértékű, minden embernek egyforma jogai vannak, minden embert egyformán szeret az Isten. Ezek természetesen egyrészről igazak. Tényleg minden ember végtelenül értékes Istennek a szemében, aki megteremtette és szereti őt végtelenül. Tényleg minden ember egyenlő jogokkal bír. De vajon minden embernek az életformája is egyenlően értékes lenne? Testvérek, kár lenne tagadnunk, hogy ez nem így van. Ez saját magunk, a saját életünk meghazudtolása lenne. Jézus a mai evangéliumban igenis azt mondja, hogy ti akarjatok tökéletesebbek lenni, mint mások. Akarjatok többek lenni, mint mások. Ezzel nem azt jelenti, hogy értékesebb egy ember, hanem Jézus azt akarja mondani, az életmódunk legyen értékesebb. Arra hív föl bennünket, akarjunk többet tenni másokért, akarjunk igazabbak lenni másokkal szemben, mint az átlag embereknek a viselkedése. Kedves testvérek, nagyon is beleszaladt, azt gondolom, a modern európai társadalom abba a csapdába, hogy megpróbál mindent egy szintre hozni. Általában a közvéleménytől, vagyis a többség véleményétől teszi függővé, akár éppen az erkölcsi értékeket is, amikor azt mondja, hogy az, ami már nagyon sokaknak nem megy, amit nagyon sokan nem tudnak megtenni, azt nem is kell megtenni, az már nem törvény többé. Az a mérce, amit már a többség nem tud átugrani, az hagy kerüljön lejjebb, egyre lejjebb, egyre lejjebb, lassan annak a bizonyos békának a hátsója alá, azért, mert ezt a szintet még úgymond mindenki meg tudja ugrani. Kedves testvérek, ezzel azonban a saját életünket, a saját társadalmi életünket tesszük tönkre. Jézus a hegyi beszédben annak a résznek a konklúziójaképpen, amiből most is elhangzott egy rész, azt mondja az ő hallgatóinak, tanítványainak, ti legyetek olyan tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Ezzel Jézus nem egy határ erkölcsöt, hanem egy cél erkölcsöt vázol elénk. Mi a határ erkölcs? Az, hogy van egy sorompó, ez a határ, aki azt átugorja, az jó ember, vagy bocsánat, az, aki képes ezt a határt átugrani, aki ezt a sorompót képes meghaladni, az jó, aki viszont innen marad, az innenső oldalon, az viszont rossz. Nem ez a helyes gondolkodás. Jézus cél erkölcsöt rajzol föl. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Ezt a szintet senki nem képes elérni, de mindenkinek a lehetőséghez képest egyre jobban meg kell közelíteni. Van, aki távolabbról indul, van, aki közelebbről indul. Mások a lehetőségeink, mások az adottságaink, a neveltetésünk, az emberi környezetünk. Isten mindezt figyelembe veszi, de ugyanakkor a mércét a helyén hagyja. Méghozzá azért, hogy az ember akarjon igazán felnőni a jóhoz, akarjon igazán több és boldogabb lenni, másokat is boldogítóbb, és ne egyezzen bele abba, hogy csak az a jó, csak az a határ, csak az a mérce,
amit a többség képes megtenni, amit a többség még képes megugrani.